A regionális televíziózás kezdeteiről szól a dokumentumfilm, amelyet a Helyi Televíziók Országos Egyesületének 30 éves évfordulója alkalmából készítettek. A jubileumot nagyszabású rendezvényen ünnepelték az Egyesület tagtelevízióinak képviselői. 30 év alatt nagyon sok minden történt, sok víz lefolyt a Dunán, a helyi televíziók megerősödtek, sok helyütt médiacentrummá alakultak, és ezek a helyi televíziók szállítják az otthonainkba azokat a kedves, megbízható arcokat, akiknek hiszünk, akiknek elhisszük azt, hogy valóban az történt a mi településünkön, amiről ők nekünk beszélnek. A Helyi Televíziók Országos Egyesületébe 90 társaság tartozik az ország minden pontjáról. A szövetség alapvető célja a helyi televíziók érdekeinek képviselete, munkájuk támogatása. Összekapcsol, képvisel, segít, koordinál, képzéseket és szimpóziumokat szervez, híd és mediátor a különböző régiók és települések, tévétársaságok között, illetve a nemzeti média és hírközlési hatóság felé. Az ünnepségen az Egyesület elnöke díszokleveleket adott át több korábbi vezetőnek és partnereiknek. Többek között megköszönték a sok éves együttműködést a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak, a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT-nek, valamint az MTVA-nak. Nekünk az a célunk, hogy a technikai és a műszaki fejlődés minden lehetőségét a magunk eszközeivel a televíziózás számára biztosítsuk, és azt szeretnénk, hogy legkiválóbb műszaki feltételek mellett továbbra is hiteles és kiváló műsorokat juttassanak a helyi televízió nézőkhöz. A közmédia és a helyi televíziók együttműködése kiemelkedően hatékony, mondta Dobos Menyhért, a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT vezérigazgatója. Tavaly 25 városból 13 ezernél is több tudósítás érkezett helyi csatornáktól. Idén ez a szám már több mint 8 ezernél jár. Szerintem a helyi televíziózásnak van jövője, mert ők azok, akik hitelesen képviselik a helyi ügyeket, ők azok, akik nézettségben is a topon állnak. Persze ilyenkor azért kicsit haza is beszélek, mert az M1 is komoly nézettséget ér el, de hát az a profizmus, az a szakmai lelkesedés, ami ebből a helyi csapatból árad, az megszívlelendő, és csak utánozni kellene őket. Az Egyesület együttműködésben áll a Városok Falvak Szövetségével is. Én úgy hiszem, hogy ez egy szerencsés egymásra találás közöttünk, a két szervezetünk értékrendje, missziója megegyezik, és hát tényleg tudunk közös dolgokat csinálni, leginkább majd havi rendszerességgel olyan magazinműsort, ami reményeink szerint bemutatja a településeinken történő ügyeket, dolgokat, történéseket, és a televíziókban pedig ez mindenütt megjelenhet. Így aztán egy kis kitekintést is kaphatunk, nem csak a saját településünk, hanem esetleg a saját településünkkel együttműködő másik település életéről. Az Egyesület tagjai fontosnak tartják partnerkapcsolataik bővítését is. Ennek egyik kézzelfogható példája, hogy a Nemzeti Művészeti Akadémiával folyó kooperációnak köszönhetően tarthatták a Vigadóban a 30. születésnapra szervezett ünnepi programot. A jeles évfordulón újabb együttműködési megállapodás is született, amelyet Lovas Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke, és Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője írt alá. Az NMI vezetője kiemelte, intézetük a helyi televíziók számára érdekes közművelődési programokat kínál. Az ünnepi szónoklatok között többször is elhangzott, ez az Egyesület egy közösség is, egy olyan közösség, amely minden létező módon támogatja a többi tagot. Gyártanak országos műsorokat, és sokszor segítik ki egymást műsorcserékkel, műsorátvétellel. Igaz lehet az, amit állítunk mi magunkról, hogy a rendszerváltás előtt, a rendszerváltás évében és az azt követő évtizedekben is mi írjuk a vidéki Magyarország történelmét. Boldogok vagyunk, hogy ezt itt most meg tudtuk mutatni, és én bízom abban, hogy ez az örömöm erre a 30 esztendőre visszatekintve az előttünk lévő 30 esztendőre is előre vetődik. Bízom abban, hogy örömmel fogjuk a következő évtizedekben is a helyi lakosokat kiszolgálni, mert nekünk elsősorban ez a feladatunk.
Az egyesület elnöke elmondta, a legfontosabb feladatuk a jövőben, hogy a televíziók 30 éves archívanyagát digitalizálják, valamint igyekeznek továbbra is minél több forrást szerezni a tagtelevízióknak. Az ünnepi eseményre az egyesület egy könyvet is kiadott a 30 éves történelmükről.